köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Ragon Cserita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Sikeresen zárult a Zöldváros projekt, megszépült a belváros Szekszárdon. Cipős dobozban rejlő szeretet, rengeteg adomány érkezett. Gyertyagyújtás Dombóváron, advent harmadik vasárnapja. Dombóvári vállalkozók jótékonykodás az óvodában. Utolsó sajtótájékoztatóját tartott a Gyurkovics János alpolgármester és Hámori Szabolcs, a HGT Invest Kft. Ügyvezetője Szekszárd központjában a Zöldváros nevű projekt befejezéséről. A július közepén kezdett munka megvalósításának utolsó üteme a mai nappal véget ért. Sikeresen zárult a városközpont megújítása a Zöldváros program keretében, melynek sajtótájékoztató záróünnepségén beszélt Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere. A közgyűlés az együttes döntése volt, vagy elengedjük a projektet, vagy 4 hónap alatt megvalósítjuk. Örülök annak, hogy az utóbbi döntés került előtérbe, hogy a 4 hónapos megvalósítás mellett döntöttünk. Júliusban volt a szerződéskötés, és júliusban volt a munkaterületnek az átadása is. 1,277 millió volt az alapköltség, de kaptunk rá kiegészítést, 1,340 millió forintból valósult meg. Hámori Szabolcs, a projekt kivitelezője, elégedetten beszélt az eltelt 4 hónapról. Mint mondja, a legnagyobb feladat a Prometheus Park volt, de sikerült megoldani. Gondot néha a hibás közműtérképek okoztak, rossz helyen tüntették fel helyenként a föld alatti vezetékeket, csöveket, de ezzel is megküzdöttek. Jó érzéssel állok most itt. Örömmel tölt el, hogy sikerült a projektet határidőbe megvalósítanunk. Mai nappal már túl vagyunk mindenen, műszaki átadáson is. Kemény időszak volt ez nekünk. A rendelkezésre álló idő az nagyon kevés volt, viszont szeretnék köszönetet mondani ezúton is, legelőször is az itt dolgozó kollégáknak, akik nagyban segítették azt, hogy a feladatokat határidőre meg tudtuk valósítani. Továbbá minden közreműködőnek, mind megrendelői, mind érintett oldalról. A beruházás részeként a városban megújult a Liszt-Ferenc tér, a Liszt-Ferenc tér és a Luther tér közötti terület, a Prometheus Park, valamint a 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közti rész, valamint a Luther tér is. Minden eddigi évnél több felajánlás érkezett az Egy cipős doboznyi szeretet elnevezésű jótékonysági akció keretében. A dobozokon idén feltüntették a gyermekek korát és nemét is. A felajánlott adományokban most sem kerülhet romlandó étel, gyümölcs, gyógyszer és törékeny tárgy. Sikeresen zárult az Egy cipős doboznyi szeretet elnevezésű karácsonyi ajándékgyűjtő akciója a Babits Mihály Művelődési Központnak. Ez a 8. éve, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ elindította az Egy cipős doboznyi szeretet című jótékonysági akcióját így karácsony előtt, és nagy örömünkre évről évre egyre növekvő számban érkeznek az ajándékok. Ezt a programot partnereinkkel együtt a Humán Szolgáltató Központtal és Szekszárd megyei jogúváros önkormányzatával együtt végezzük. Mi meghirdetjük az akciót a város intézményeinek, szervezeteinek, magánszemélyeknek, akik ide is szállítják hozzánk a csomagokat. A csomagokat a Humán Szolgáltató Központ által pártfogolt gyerekek és családjaik kapják meg. Most rendszerezzük a csomagokat, az szerint, hogy ugye hány éves fiú, lány, és utána a kollégák, akikkel kapcsolatban állnak, ők kiválasztják, és holnap reggel 8 órától lehet jönni már a csomagokért, aki nem tud jönni, azoknak pedig mi szállítjuk ki ezeket a csomagokat, úgyhogy igyekszünk, hogy csütörtök, péntek ez mindenféleképpen megtörténjen, tehát hogy a karácsonyfa alatt ezek már ott lehessenek. Egy-egy dobozban sok minden elfér, így a szereteten kívül rengeteg ajándék is. Így került bele játék, iskolai eszköz, édesség, könyv, higiéniai eszköz, bármi, amivel a szeretet ünnepén mosolyt csalhatunk a gyerekek arcára. Rekordszámú csomag érkezett, 715 darab, és a csomagokat elnézve nagyon igényesen vannak elkészítve, és konkrétan meg vannak írva, hogy fiúnak, lánynak és milyen korosztályú gyereknek szánta az adakozó.
bízunk benne, hogy amilyen a külső, a beltartalom is olyan lesz. A szervezők bíznak benne, hogy ezzel az összefogással rengeteg kisgyermek számára sikerül megszépíteni a karácsonyt. A Tolna vármegyei szakképzési centrum 8 intézménye közösen ajándékozta meg és díszítette fel a Hőgyészi Rózsakert gyermekotthont. Az intézmény diákjai szakmájukhoz kapcsolódó ajándékokat készítettek, így például fajátékok és eszközök fémből és 3D nyomtatással készült díszek, világító dekorációk, bombonok, beiglik és mézes kalácsok kerültek ki a kezeik közül. Több helyiségben díszítő festéssel látták el a falakat, az udvaron dekorációkat helyeztek ki, a diákok karácsonyi ünnepséget is rendeztek. Advent harmadik vasárnapján Dombóváron megtelt a tér ismerősökkel, rokonokkal, barátokkal. A Szent Orsolya Rendi Bencés Iskola Központ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Miklós Technikum műsorával kezdődött az ünnep. A nyitó műsort a gyulai Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József általános iskola diákjai adták elő a színpadon egy karácsonyi ének erejéig. Hecker Márton metodista lelkész az adventtel kapcsolatban 4 bibliai gondolatot osztott meg az ünnepen. Az Adventus Domini egy latin kifejezés, ami azt jelenti, hogy az Úr érkezése. Bot Péter, magyar igeni erdélyi református lelkész a 18. században úgy fogalmazott, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak 4 adventusza van. Az első, amikor emberként erre a földre megszületett, erre emlékezünk karácsonykor. Másodszor így fogalmazunk, az ember szívébe bészál és megtéríti azt. A harmadik, amikor eljön értünk halálunk óráján. A negyedik, amikor eljön erre a földre ítélni élőket és holtakat. Ennek a 4 gondolatnak a kapcsán szeretnék néhány üzenetet megosztani. Ünnepélyes keretek között adta át Pintér Szilárd polgármester, valamint Horváth Józsefné, Futó Péter és Tóth Zoltán képviselők az adományokból összegyűlt cipősdobozokat a különböző szervezeteknek. Évek óta Dombóváron mindig van cipősdoboz akció. Idén a képviselőtestület humán bizottság elnökeként indítottam ezt el, mégpedig olyan formában, hogy 4 szervezettel, a Baptista Szeretetszolgálattal, a Caritas, Dombovári Katolikus Caritasszal, az ESZI-vel és a nagy családosokkal együtt elkezdtük gyűjteni a dobozokat. Több helyszínen Dombóváron gyűjtöttük ezeket az ajándékdobozokat. Több mint 200 doboz gyűlt össze, amelynek átadásán vagyunk most. A gyertyát Futó Péter, Horváth Józsefné, Tobak Gábor és Tóth Zoltán képviselők gyújtották meg. A harmadik gyertya jelképe az öröm. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint az ünnepi hosszú hétvégét az idén a tavainál 10%-kal több, közel 110 ezer turista tölti majd Magyarországon. Hozzátették, hogy míg a külföldiek körében Budapest a legvonzóbb, addig a magyarok jellemzően vidéken pihennek. Az adatok alapján az országhatárokon túlról 63 ezer turista választotta hazánkat. A vidéki tájakat elsősorban az Ausztriából, Csehországból és Németországból érkezők fedeznék fel. A Dombóvári Vállalkozók Egyesülete jótékonysági akció keretében vendégelte meg a Dombóvári Margaréta Református óvoda növendékeit. Az ünnepélyen részt vett Pintér Szilárd, a település polgármestere, és Naszfadi Endre, a Dombóvári Vállalkozók Egyesületének elnöke is. A Vállalkozók Egyesülete 3 éve jótékonykodik. Az idén a Margaréta Református óvodára esett a választás. Hoztak a gyermekeknek szaloncukrot, gyümölcsöt, és minden csoport kapott egy szép nagy tortát. Az összefogásról nyilatkozott Naszfadi Endre. Abban bízom, hogy tudjuk tartani ezt a hagyományt, és jövőre is folytatni ezt. Ebben az adventi időszakban azt gondolom, hogy szükség van ilyen rendezvényekre és ilyen hozzájárulásokra a vállalkozók részéről. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most nem csak a vezetőség, hanem ugye többen eljöttek a Vállalkozói Egyesületből, de úgy láttam, hogy mindenki feltöltődött egy kicsit. Az óvónénik és a kisovodások igazán kellemes hangulatot teremtettek műsoraikkal. Sott Ágnes elmondta, hogy az ünnep után meglepetés is várja a gyermekeket. Mind
minden évben, így decemberben az óvodásokkal vasárnap, a harmadik adventi vasárnap ünnepeljük a templom a karácsonyunkat, és egy zárt körű rendezvényt tartunk itt az óvodában, amikor a gyermekek csoportonként is megajándékozásra kerülnek. Az alapítványunk támogatásával egy nagyobb összegű pénzösszeget költenek a kolléganők, amire játékokat fordítanak a gyermekekre, és ezt egy ünneppel szoktuk megpecsételni. Az ünnep ebéddel zárult, ahol szétosztották az ajándékba kapott tortákat. A Magyar Közút Non-Profit ZRT elmúlt évek tapasztalatai alapján december 22-én péntektől a szokásosnál nagyobb forgalomra számíthatnak a közlekedők, különösen a nemzetközi átmenő forgalmat biztosító főbb útvonalakon. Extrém nagy forgalom várható a bevásárlóközpontok környékén is, amely a környező közutak forgalmára is hatással lehet, tájékoztattak sajtóközleményükben. A tapasztalatok alapján december 24-én délután és este nem várható nagyobb forgalom, viszont karácsony első nap a főváros és a megyeszékhelyek, valamint nagyobb városok irányából várható mozgás a kisebb települések irányába. Sokan ilyenkor indulnak el a rokonokhoz, barátokhoz, akik közül többen általában december 26-án délután indulnak vissza otthonukba, tették hozzá. Záról Szekszárdon a Gyermeklánc óvoda szőlőhegyi tanintézményének felújítása, bővítése, tájékoztatott Szekszárd vármegyei jóváros önkormányzata közleményében. A mini bölcsődei részt 2 csoportszobával és a hozzá szükséges kiszolgáló helyiségekkel alakították ki. A bővítéssel egy időben a meglévő épület részt is felújították és korszerűsítették. A pályázat során megújult a játszóudvar és a kerítés is. Telken belül új parkolók épültek a megközelítéshez szükséges belső úttal és járdákkal. A pályázat keretein belüli eszközbeszerzés is lezárult, közölte az önkormányzat. Jótékonysági ételosztást tartott a Szekszárd Alsó utca Csatár Bakta 2023 civil egyesület. Hatalmas üstökben főtt a babgulyás azon rászorulóknak, akiknek az ünnepi időszak alatt nem jut étel az asztalra. Az első alkalommal megrendezett eseményből hagyományt szeretnének teremteni. Karácsonyi jótékonysági ételosztást tartott egy szekszárdi civil egyesület, ahol hatalmas kondérban rotyogott az összesen 150 adag gulyás. Úgy gondoltuk, hogy a civil szervezetnek a működési területén Porkolábvölgy, Ivánvölgy, Gyüszűvölgy, Csötönyivölgy, ezekben a völgyekben nagyon sok helyen élnek kint olyan tanya lakók, akik esetleg rászorulóként szívesen vettek volna egy tál meleg ételt, vagy esetleg elbeszélgettek volna, így karácsonykor bizonyára fontos lett volna nekik, hogy közösségbe legyenek, ne érezzék magukat egyedül. A szervezet kiemelt célja a hátrányos helyzetű emberek támogatása, ennek céljából is jött létre a civil egyesület idén. Egy picit alul maradt az érdeklődés, ettől egy nagyon picit csalódottak vagyunk, de azért hagyományteremtő szándékkal újra meg fogjuk próbálni jövőre is. Civil szervezetünket idén augusztusban jegyezték be, és lehet, hogy esetleg emlékeznek rá a szekszárdiak. A Csatári Torokban augusztus 25-26-án tartottunk egy Csatári Sokadalom nevű fesztivált, ahol 2 nap alatt közel 1600 látogató volt, és úgy gondoltuk, hogy akkor a civil szervezet folytassa ezt a karitatív tevékenységét. A szervezők hozzátették, a társadalmi felelősségvállalás rendkívül fontos számukra, így a Sörkert étterem tulajdonosa is szívesen csatlakozott a meleg ételosztáshoz. Attilával kooperáltunk, hogy a rászorulókat segítsük ezzel a kis ételosztással. Ebbe a lelketlen, szívidegen világba szükségeltetik, hogy ez a régi tradíciószerű és egymás segítése ez újra aktualitást nyerjen, és ezért próbáltuk az egészet. Az ételosztás során a szervezők egyre inkább szembesülnek azzal, hogy nagyon sokan nem tudnak elmenni egy-egy osztás helyszínére. Mi elkezdtünk egy tanyaprogramot és az utcaprogramot a kórház lelkészség Püspök atya javaslatára, és mindenhol mondtuk. Tehát nagyon sok rászorulónak, tanyán lévő embereknek. Nekem az a véleményem, hogy vagy messze van és nem tudnak idejönni, vagy szégyellik, hogy itt látják, hogy ő idejön egy tál ételért.
Én tényleg nagyon sajnálom, mert rengeteg emberrel vagyunk kapcsolatban, és nagyon soknak segítünk most így karácsony előtt, és a kórház lelkések pont ezért csatlakozott a civil szervezet kezdeményezéséhez. A nap végén a megmaradt adagokat az önkéntesek helybe vitték, így mindenki részesült belőle. Regionális híreink következnek. Indul az önkormányzati választáson a megkurcolt tanára a Nevkó környékét képviselő Dezső bácsi. Suli póló, 6 iskola küzdött a legjobb eredményért a Csík Ferenc versenyszadában. Évvégi programok karácsonyig és szilveszterre, évet zár a zsök. Indul az önkormányzati választáson Dezső bácsi, akinek ugye országos felháborodást keltett 2 éve a megkurcolt pedagógus a nevelési központ környékén élőket képviselni. Nem pártszínekben, hanem civil szervezet jelöltjeként szeretne bekerülni a pécsi közgyűlésbe. Demonstráció Jancsola Dezső mellett a pécsi kertvárosban még 2021 őszén készültek ezek a felvételek. Az egész ország megismerte akkor Dezső bácsi nevét és esetét, ami a nevelési központnál történt. Az iskolát, illetve a kisdiákokat védte meg az intézménynél a dohányzó renitens kamaszoktól, de mivel megfogta egyikük hátitáskáját és visszatartotta, az ügyészség szerint törvénytelenül járt el, ezért eljárás indult ellene, ami országos felháborodást keltett. Végül elnök aki kegyelemben részesült, így maradt büntetlen előéletű. Most új szerepre vállalkozik, indul az önkormányzati választáson jövőre. A nevelési központ környékén élők érdekeit szeretné képviselni, a közbiztonság javítása is szerepel tervei között. Ez a választókerület nem csak a nevelési központ, ugye, hanem ugye tartozik ott a Csontvári utca és egyebek, ahol tudjuk, hogy közrendet igen erősen megsértő magatartásokkal találkozunk, tehát azért ott elég vegyes a kép. És most nyilván tudom, hogy egy képviselő nem az a dolga, hogy ott járőrözzön, tehát nem akarom összekeverni a dolgokat, de egyfajta figyelem ráirányítás, mint ahogy a nevelési központ nyitott tereire ráirányult a figyelem, érzékelhetően javult a helyzet. Tehát biztos, hogy egy aktívabb ráfigyelés és figyelemfelhívás és hivatalos jelzések előbb-utóbb oda kell, hogy vezessenek, hogy érzékelhető a változás, és egy kicsit nyugodtabb körülményeket teremt az ott lakóknak. Sokak közérzete javulhat így azon a területen, mondja a pedagógus. Jancsola Dezső szerint a kertváros most gazdátlannak tűnik, és pangás érezhető itt, amin szintén változtatni szeretne. Dezső bácsit az ÖPE kereste meg, hogy induljon a színeikben az önkormányzati választáson jövőre. Jancsola Dezső tanár úrral kb. 20 éve ismerjük már egymást, akkor még egyikünk se politizált, amikor már ismertük egymást. Közös programunk akkor éppen egy disputa megszervezése volt a pécsi diákoknak. Innen ismertük meg egymást, és azóta is együttműködünk sok mindenben, és legutóbb, amikor ugye őt megkurcolták jogtalanul, amiatt, hogy az iskolát megóvtat, hogy kamasz gyerekek rendbontást folytassanak, és ezért elítélték. Akkor mellé álltunk, mint ahogy a pécsiek, a kertvárosiak sokossága is. Nem politikai pártokat akar képviselni, ezért kereste az ÖP-t, mondja Kővári János. Azért csatlakozott hozzánk a tanár úr, mert ahogy nyilatkozta is, ő Pécsért szeretne tenni, és nem párt színekben, hanem a Pécsért tevő civil szervezetnek a jelöltjeként, ez az Összefogás Pécsért Egyesület. Jelenleg még hivatalosan nem indult el a jelölési folyamat. Kövári János azt mondja, január végén derül ki, kik indulnak a civil egyesület nevében az önkormányzati választáson. 6 általános iskola részvételével szervezett a Kaposvári Vízilabda Klub Suli Póló programot a Csík Ferenc versenyuszodában. A cél, hogy a gyerekek ne csak egy iskolai előadáson halljanak a vízilabdáról, hanem hogy test közelből játékos formában is megismerkedjenek a sportággal. A gyerekek a medencében, míg a szülők, pedagógusok a parton ismerkedhettek a vízilabda szépségeivel.
A suli pólóbajnokság egykor még a Magyar Vízilabda Szövetség keretein belül működött, de alapítójának halálával a több évtizedes hagyomány is elhalt. Ez a suli póló több mint 30 évre tekint vissza. Igazából én gyerekkoromban is már játszottam ezen a rendezvényen. Annak idején az MVLS égisze alatt folyt ezt. Babarcz Roli bácsi szervezte annó. Sajnos ez ővel együtt el is hunyt, és jelen pillanatban nincsen, nem létezik. Viszont itt Kaposváron szeretnénk ennek hagyományt teremteni, szeretnénk minden évben ezt megrendezni, hogy a gyerekek ezáltal megismerjék, megszerethessék ezt a sportot. Amire visszatekintek, én annak idején gyerekkoromban nagyon sokan a vízipólót a sulipóló keresztül ismerték meg, és szerették meg, és lettek vízilabdások. És ezt szeretnénk elérni itt is, hogy a gyerekek itt is Kaposváron megismerjék, és ne csak egy beszélgetés az iskolában, hanem itt közvetlenül test közelből is megtapasztalják, hogy milyen az a játék, még hogyha nyilván ez egy butítottabb verzió is, leér a lábunk, teljesen mások a szabályok, de mégis azért ez ad nekik egy betekintést ebbe a játékba. Az Egyesület 2020-ban már megrendezte a suli póló bajnokságot 7 iskola részvételével. A koronavírus járvány aztán néhány évre felfüggesztette azt, de a szervezők fontosnak tartják, hogy ebből hagyományt teremtsenek. A gyerekek számára az ismerkedés játékos formában és jóval kisebb medencében biztosított, valamint vegyes csapatokkal is nevezhettek. Mindenféleképpen más szabályok vannak, mivel leérett a lábuk. Nem is az a lényeg itt, hogy most zseniálisan tudjanak vízilabdázni. Egyelőre az a fő cél, hogy megismerkedjenek a labdával, a vízzel, tulajdonképpen meg hát egyáltalán a küzdéssel. A két kézzel meg lehet fogni a labdát, tehát Isten igazából nem egetverők a szabályok. Az idei suli póló bajnokság is 2 napos volt, amelynek végén kórcsoportonként hirdettek eredményt. A szervezők számára ugyanakkor a legfontosabb a vízilabda megszerettetése a gyerekekkel. Még néhány nap és bezár a 12. adventi kézműves és mesevásár Pécsen. Változatos zenei és gyerekprogramokkal, gasztroudvarral, kézműves vásárral, fényfestéssel, koncertekkel várták és várják az érdeklődőket idén december 1-e és 24-e között Pécset a Széchenyi téren. Azonban még van érdekes program karácsonyig és az év hátra lévő napjaira. Idén is szállást keres a Szent Család elnevezéssel lesz adventi áltatosság Pécs belvárosában december 23-án. A menet a Székesegyháztól vonul át a Széchenyi térre. A felnőtteket többek között karácsonyi koncertek, Mátyás Pribojszki, Zséda, gasztroudvar és kézműves vásár várja. Az adventi koncertsorozatot Herzko Ágnes estje zárja. 23-án szombaton gyújtják meg a 4. egyben az utolsó gyertyát a nagy adventi koszorún is. Karácsonyi szilveszter között lesz ugyan program az E78-ban, de hát már minden jegy több hete elkelt, és szilveszterrel készülünk a város lakossága számára. 31-én 8:30-kor kezdődnek a programok, először a Széchenyi téren természetesen, a szokásos helyen, először a Meringer Marcinak a zenekara lesz. Ez azért érdekes ez a program, mert az augusztusi nagy baleset óta ez az első pécsi koncertjük. Ezen kívül még egy koncertet adnak Budapesten, és ez egy ilyen visszatérő koncert, szóval azt gondolom, hogy ez az érdekessége ennek a programnak. Itt lesz a Mohikán. Ők republik számokat, illetve republik stílusban készült bulizós dalokat játszanak majd. Igazi csemege is érkezik estére, tudtuk meg Kacsány Éva programigazgatótól. Az est fénypontja a visszaszámlálás és az új év után a Sterbinski DJ, és ugye, aki az ország egyik legnagyobb DJ-je, a lányával, a Minával adnak egy közös DJ-szettet, és az éjszakát a D-Session nevezetű DJ-s fogja zárni, aki ugyan nem annyira nagy, mint Sterbinski, de Sterbinski tanítvány volt, és ő ajánlotta számunkra, hogy
ővele zárjuk az estét. A zsök készül már az új évre is. Januárban érkezik Péter Fibori a Kodály Központba, és a Magyar Kultúra Napjának programja is összeállt már. Egészen májusig megtervezték 2024-et, de ezek az események még nem publikusak. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Sikeresen zárult a Zöldváros projekt, megszépült a belváros Szekszárdon. Cipős dobozban rejlő szeretet, rengeteg adomány érkezett. Gyertyagyújtás Dombóváron, advent harmadik vasárnapja. Dombóvári vállalkozók jótékonykodás az óvodában. Pénteken hideg front váltja a meleg frontot, már hajnaltól erős, időnként viharos szél fúj. A legerősebb széllökések a déli, kora délutáni órákban valószínűek. Felhő átvonulások melletti változó napsütés lesz a jellemző, a felhőzetből szorványosan záporok is kialakulnak. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!